Közel másfélszer annyi önkéntes jelentkezett az idei virágvasárnapi pasióra, mint tavalyi évben. Az előkészületek már javában zajlanak, vasárnap a technikai értekezlet mellett korhű ruhákban próbáltak a résztvevők. Ez a második pasió itt Veszprémben, a Benedekhegy lábánál, és hát valójában decemberben, az adventi időszakban tartottuk az első összejövetelt azokkal, akik a tavalyi pasióban részt vettek, és hát lelkileg azóta készülődünk, de valójában maguk a konkrét próbák, azok olyan másfél hónapja kezdődtek el, így az érsekségen jöttünk össze, és akkor a szöveges szereplőkkel, a tanítványokkal, meg hát mindenki olyan szereplővel, akinek a feladata egy kicsivel bonyolultabb, azokkal így elkezdtünk készülni. Benedekhegy lábánál, Veszprémi Várhegy tövénél van egy ugye kolostorom, ahol maga a Margit királylány is valaha a apáca életét megkezdte. Onnan indulunk el, ez lesz az első helyszín. Utána ebben a parkban, ami egy nagyon szép természeti közeg, ennek a közepén lesz majd az a helyszín, ami Kajifás palotája. Ott lesz szintén egy ilyen hosszabb jelenet, aztán itt a Gizella Hotel sarkánál lesz egy következő, ez lesz Pilátus palotája, és végül a történetnek a vége, a keresztefeszítés, az a Benedekhegyen valósul majd meg. Alapvetően két forrásból tudunk a jelmezek tekintetében dolgozni. Az egyik az az érseki varroda által készített nagyon sok és szép jelmez. Ezeket még a tavalyi pasió kapcsán az Európa Kulturális Fővárosa programban hát sikerült pályázati pénzt szerezni, és abból varrattuk. Illetve van egy országos, egy ilyen pasió, hát ilyen gyűjtő szervezet a Pasaréti plébánia kapcsán, ahol szintén nagyon sok jelmez áll rendelkezésre, és hát ott az ottani szervezőknek köszönhetően kaptuk a római katonáknak a jelmezét, meg a zsidó katonákhoz is kaptunk tőlük jelmezeket, és akkor így tudtuk igazából kerekké tenni a dolgot. Hidd el, hogy nem voltam ott! Tavaly 70-80 önkéntes jelentkezett a hagyományteremtő szándékkal megszervezett pasióra, az idén azonban 150-160 lelkes segítő adta szándékát arról, hogy szívesen részt venne az előkészületekben, a próbákon és a pasión. Én le fogom rombolni ezt az emberi kéz által építettem valamit. Mi éreztük többen is, hogy itt valamit azért már letettünk az asztalra, valami olyan dolgot, amiben hagyományt lehetne teremteni. És azt beszéltük, hogy alkotni jó, közösségben lenni jó, együtt csinálni jó valamit, és hát bizony benne van az, hogy most azok a gyerekek, akik éppen Jézust fogják körbe táncolni, lehet, hogy 10 év múlva ők lesznek a Máriák, ők lesznek a Jézusok, ők lesznek a Pilátusok, a mi gyerekeink, és ez is fontos az, hogy ha valamit elindítottunk, azt felelősséggel tovább kell vinni, ameddig ennek az útja tart, vagy ameddig kísérni, ameddig mi képesek vagyunk rá. A barátainkkal, ismerőseinkkel, amikor beszélgettünk, mind mosolyt vagy örömöt láttam rajtuk, és ez volt az egyik kulcs pillanata számomra az egésznek utólagosan, hogy tényleg valami jót tudtunk adni és alkotni is. Az alkotni szót is szándékosan használom, hiszen ez egy élőszereplős pasió, tehát ennek van egy alkotási jellege is teljes mértékben. Számomra pedig ez egy olyan élmény volt, és az élmény szó a legpontosabb megnevezés erre, amiben megélhettem azt, hogy a hívőközösség is milyen tevékeny tud lenni, hogy nem csak a templomban létezünk, nem csak a templomban élünk, hanem ha kell, kijövünk az utcára, kijövünk a Margitromokhoz, megmutatni azt, hogy a hitünknek van tevőleges része, és ezt megélni egy jó csapatban, és szerintem lassacskán már a jó csapat és jó közösségről is tudunk beszélni, hiszen amit látszik a háttérben, itt nagyüzemi beszélgetések folynak a próbák előtt, hogy ezt megélni számomra most ebben a percben is jó, és akkor is jó volt, hogy egy jó közösségben, egy jó élő csapatban együtt dolgozni, egy olyan tevőleges egyházért, amit tényleg tevőlegesnek nevezhetek, az azért felemelő érzés tud lenni. Virágvasárnap március 24-én 15 órára várunk mindenkit a Margit romokhoz.